Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Hogyan alakulnak a dolgok? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. A fő téma itt látható felül. Az utak azt jelentik, hogy találkozni fogtok, hiszen a sors utatok kereszteződik. Ez a találkozás nem véletlen. Az utak jelenthetnek egy új irányt és fontos döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Tehát jelenti a változásokat. Ez lehet munkahelyi változás, lehetnek változások a családban, vagy lehet egy költözködés, de lehetnek változások a szerelmi élet területén is, mint például, hogy úgy döntetek, hogy lesz egy közös életút. Nem csak az utak jelentik a változásokat, hanem a gólyák is ezt szimbolizálják. Gyakran jelentenek költözködést, vagy egy kis baba születését. Te kapsz egy hírt, vagy ez a levél lehet egy dokumentum, lehet egy szerződés is, és itt a nap megvilágít bizonyos dolgokat, tehát tisztán látod az eseményeket, vagy itt tisztázódik valami. Amit a nap még jelent, hogy megvan ez a kisugárzásod, vagy a vonzalom kettőtök között, vagy hogy mások észrevesznek téged. A szív. Az jelenti a szerelmi témákat, és itt is lesznek változások, süt a nap, tehát megvan a vonzalom kettőtök között, lesz egy hír, és nyitott lesz szerelemről, érzelmekről beszélni. Itt ez a férfi áll a középpontban. Utal a férfiakra, vagy utal a lelki társadra. Ő figyelgeti az eseményeket, ő fog döntéseket hozni, és ez a férfi útban van hozzád. Beszámol arról, hogy lesznek változások, ami mindkettőtök részére előnyös, hiszen itt a nap megvilágítja ezeket a döntéseket, ezeket az utakat. A horgony jelenti azt, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol ő le tud horgonyozni nálad, hiszen itt szerelemről van szó. De amit a horgony még jelent, az a munka vagy a hivatás, itt is lesznek fontos döntések, változások, ez szerencsét hoz, hiszen jó útban van. Ez a kártya jelenthet április hónapot is, tehát áprilisig lesznek itt munkahelyi változások, vagy áprilisban lesz egy új kezdet. Ebben az esetben a levél jelent egy szerződést. De nem csak a munkahivatás fontos, hanem ott van előtte a szerelem. Odafigyel ezekre a dolgokra is, majd nyitott lesz veled szemben. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.